Aki gyermekként katona szeretett volna lenni, az fiatal felnőttként lehet, hogy a rendőri pályát választja. Szinte minden vármegyei képzést meg lehetett ismerni a Continental arénában. Voltak, akik határozott elképzelésekkel jöttek. Nekem az Zrínyi nagyon tetszett, oda mindenképpen fogok jelentkezni, meg még a Vasvári, ami mindenképpen. Hát ugye bár mindketten valami nyelvtagozatra szeretnénk menni, és ezért néztük meg, inkább azokat az iskolákat kerestük, ahol lehet, ilyenre lehetőség van. Tehát én ugye Zrínyit néztük meg. A képzésekről nem csak prospektusokból, hanem a középiskolákba járó diákoktól is lehetett információkat szerezni. Nekem ez gyerekkori álmom volt, hogy én az egészségügyben dolgozzak, mint ápoló, vagy mint országos mentőszolgálat dolgozója. Nekem ez egy gyerekkori álmom volt. A gimnáziumok között volt olyan, ahol külön tehetséggondozó programmal várják a diákokat. Az első évfolyamunk az ötből az egy úgynevezett gazdagító évfolyam, ahol felhozzuk őket arra a szintre, amivel el tudják kezdeni a 4 éves gimnáziumi tanulmányaikat, de emellett jogosítványt szerezhetnek, nyelvvizsgát szerezhetnek, számítógépes ICDL vizsgát szerezhetnek a gyermekeink, és szereznek is, tehát azért ez hozzátartozik. A pályaválasztási kiállítás megnyitóján Vinnai Győző országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy mekkora szerepe van a tudásnak és az információnak a mai korban. A fiataloknak nagyon sok információra van szükség, hogy jól döntsenek, de én azt szeretném kiemelni, hogy a továbbtanulása fontos, hogy tanuljanak tovább, menjenek technikumba, gimnáziumba, szakképző intézménybe, és hogyha szeretik, azt a lehetőséget kihasználják, és szeretik azt a szakmát, vagy azt a területet, amit választanak, akkor boldog emberek lesznek, mert nem kényszerből fogják végezni azt a tevékenységet, szakmailag is biztosak lesznek, és nem csak az egyéni életük lesz sikeres, hanem az a közösség, vagy az a város, vagy akár egy ország is profitálhat az ő szakmai tudásokból is. Balogh Szilvia, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára úgy fogalmazott, az ilyen kiállítás alkalmat ad az online mellett a személyes találkozásokra is iskolák és diákok között. A fiatalok a mai internet, mesterséges intelligencia világában azt hiszik, hogy személyes kapcsolatok nélkül is tudnak jól dönteni a jövőjük szempontjából. Én úgy gondolom, hogy a személyes kapcsolatok nélkül és anélkül, hogy az potenciális munka lehetőség találkozzon a munkaadóknak az elvárásaival és igényeivel, ezeknek a találkozásoknak tökéletes színhelye egy ilyen pályaválasztási szakmai nap. A Dönts jól, a jövőd a tét című pályaválasztási kiállításon csak nem 80 standon várták a látogatókat. Nem csak középiskolák és egyetemek, hanem cégek is megjelentek a Continental arénában.